Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban szó lesz egy tudományos vizsgálatról, aztán egy kicsit elmerülünk a növények világába, végül pedig belesünk a fehér holló diákszínpad próbájára. Tartsanak velünk! Komoly eredményeket hozott Gervain Judit gasztroenterológus főorvos tudományos vizsgálat sorozata. A COVID-fertőzöttek és az átoltottak vizsgálatából kiderül, hogy milyen szintkülönbségek vannak az ellenanyagtermelésben. Ides tovább egyeztetni, ez az a kutatás, amely rendkívül fontos, hiszen a koronavírus járvány kapcsán minden olyan adat fontos, ami megmutatja, hogy miért van szükség az oltóanyagra mindenkinek. Hol tartanak ma? Múlt év júniusában kértünk egy etikai engedélyt egy olyan vizsgálatra a kórházi dolgozók között, amiben monitoroztuk, tehát követtük azt, hogy az fertőzésen átesettek, és egy olyan csoport, aki védőoltást kapott, azoknak az ellenanyag szintje hogy emelkedik, és időbeli lefolyása milyen, tehát hogy csökken, és néztünk bizonyos élettani paramétereket, betegségeket, gyógyszereket, hogy van-e összefüggés az ellenanyag kialakulásának az ideje, mennyisége között, és még egyet vizsgáltunk, ami nagyon fontos volt, hogy akiknek kialakult ellenanyaga, vagy átestek fertőzésen, azok tudnak-e újra fertőződni. És hát ez egy nagyon érdekes vizsgálat. A vizsgálat eredményeiről kérdezem, hiszen azt gondolom, hogy ez kivételesen fontos a mai időben. Ez egy úgynevezett real world, tehát valós idejű vizsgálat, tehát nem egy kiválasztott csoportnál végeztük, hanem bent a kórházban, a mindennapi betegellátásban, az önkéntes jelentkezőkön. Az a csoport, aki átfertőződött, azoknak az ellenanyag szintnek a csökkenésének a középértékét 6 hónap után értük el. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a volt fertőzötteknek negatív tartományba 6 hónap után lement az ellenanyaguk. Volt még ellenanyag, de lecsökkent. A másik csoport pedig, akit vizsgáltunk, közel 100 ember volt, 100 dolgozó, akit követünk, még a második csoportot mindig. December végén kezdték el a védőoltást, ezt a messenger RNS védőoltással oltottakat vizsgáltunk. Azt szeretném elmondani, és ez a hozadéka az egésznek, hogy az első oltás után is kialakult egy alacsonynak mondható ellenanyagszint, tehát ez a magyarán a Pfizer védőoltás volt, és utána a 21 nap után megkapott második oltásnál a 25-szörösére emelkedik föl az ellenanyagszint átlagba. Ez azt jelenti, hogy aki egy védőoltást adott be magának, annak nagyon alacsony marad az ellenanyagszintje, tehát az első leggyakorlatibb üzenete ennek a vizsgálatnak, hogy tessék beadatni mind a két védőoltást. A másik, hogy a fertőzötteknek, ha leesik nagyon alacsonyra az ellenanyagszintje, akkor szóba jön, hogy egy emlékeztető plusz oltást kapjon. De ez mindig a foglalkozás egészségügyi orvos, és itt az orvostárnak a döntése alapján. Még egyetlen egy fontos, hogy mi a nagy értéke az ellenanyagnak, a védőoltásnak. A vizsgált személyekben 15%-ban azt találtuk, hogy újra fertőződhettek, illetve találkoztak újra a vírussal, COVID-osztályon dolgoztak, infektológián, ambulancián, mert fölment az ellenanyag szintjük, de nem volt tünetük. Tehát mikor fölhívtam az illető dolgozókat, hogy betegek, vagy mi van vele, mondták, hogy semmi bajuk, dolgoznak. Tehát a szervezet reagál, beindult az immunglobulin, az ellenanyag termelése azért, hogy kivédje a tünetes, súlyos betegséget. Tehát ez egy csodálatos védekező mechanizmus, tehát mindenki oltassa be magát, abszolút biztonsággal mondom, és követjük még ezt az utolsó csapatot, 30 naponta nézzük, csökken az ellenanyagszint, és ez a nemzetközileg is ez még egy kérdés, hogy mennyire csökkenjen le, amikor esetleg kell egy emlékeztető oltás. Ez egy ellenanyag úgynevezett humorális immunitási vizsgálat. Létezik az emberekben sejtes immunitás, memória sejtes immunitás. Lehet, hogy lecsökken nagyon alacsonyra az ellenanyagunk, de a sejtjeink azok aktiválódnak, tehát ér bennünket egy új vírus
pul, össze megfertőződünk, akkor aktiválódnak a sejtek, és újra immunglobulin fog termelődni, és védekezik a szervezet. Tehát ez a két immunrendszer, vagy immunrendszerek, ez a két faktora együtt hat. Nem nézzük a sejtes immunitást, mi csak ezt az ellenanyagost, de ennek is nagyon nagy az értéke. Már Székesfehérváron is gondot okoz a japán keserűfű. Ez a dekoratív növény képes mindent kiirtani maga körül. Komoly károkat tud okozni, hiszen a házak falán is át tud törni. Alatta már ugye eltűnik minden, mert ugye leárnyékolja teljesen, abszolút leárnyékolja az alatta lévő talajt. És nem, akkor... nem él meg semmi, tehát egyeduralkodóvá válik maga a faj. A saját kertemben ilyen 2-3 emberfelnyi hatalmas gumókat kellett, hogy kicsákányozzak, megbaltázzak. Majd beleszakadtam, mire kitéptem, és ott is ugye csak el tudtam törni a gyökerét, nem tudtam egy-két ásónyomnál mélyebbre ásni. És ugye itt jön képbe, hogy mennyire borzasztóan fontos lenne a lakosság tájékoztatása. Én naivan nekiálltam kiásni a növényt, tehát milyen mély lehet a gyökere. És szerencsémre pont akkor egy külföldi ismerősöm a figyelmembe ajánlotta a svájci környezetvédelmi hivatalnak a vasutak számára készült tanulmányát. Ez egy 46 oldalas dokumentum, amit szerencsére elolvashattam német nyelven, és abból kiderült számomra, hogy legalább 3 méter mély a gyökere, és ahol a föld felszínén látjuk a növényt, ott még legalább 7 méteres körzetben megtalálható. Az átéri japán keserűfű gyakorlatilag az 1800-as években került Európába. Hát holland botanikus kertekből vadult ki, tehát nyilván ott is egy dísznövényként kezdték el beültetni, és akkor sajnos valahogyan kivadult Európa vadtájaira, és hát Magyarországon is jelen van azért évtizedek óta, de sajnos a probléma egyre drámaibb, és sajnos egyre közelebb vagyunk ahhoz a ponthoz, hogy nagyon komolyan el kell kezdenünk foglalkozni ezzel a problémával, mert nagyon összetett ökológiai gondokat okoz, főleg a természeti környezetben, de hát lakossági szinten is. A növény, itt látható mögöttem, hogy egyrészt nagyon agresszíven törekszik előre, és igen magasra is megnő, meg hát az a helyzet vele, hogy egyeduralkodó fajként viselkedik, tehát ami annyit jelent, hogy a körülötte lévő flórát gyakorlatilag lenullázza, ahova beteszi a lábát, tehát szép lassan a gyökérrendszerével törekszik előre, tehát egy éves növény akár egy ilyen 20-25 méteres gyökérrendszert képes növeszteni, amiért ha végig gondoljuk, az ez egy brutális nagy szám, és onnan pedig ugye folyamatosan elkezdi létrehozni a saját kis telepeit, és hát sajnos nem beszélve arról, hogy maga a növény az akármilyen növény darabkáról, hajtásról, gyökér maradványról képes újrahajtani és reprodukálódni, úgyhogy nagyon komoly ökológiai problémával találkoztunk, már itt a város területén is, és hát ugye itt vagyunk most a Sóstó természetvédelmi terület egyik kaszálója mellett, és itt a maros víz velünk a szomszédos vizes élőhely, sajnos itt már hát legalább egy hektáron megtalálható ez a növény, és gyakorlatilag tehát vegyszerezés nélkül igazából nem nagyon lehet visszaszorítani. Az elsődleges kezelési lehetősége az, hogy magát a növénynek a szárát, ezt így meg is mutatom, lehet vagy elvágni valahol alul, és akkor ott lehet beecsetelni, illetve még egy injektálási módszert, mikor magába a növénybe beültetják a gyomirtót, és akkor az a gyökérrendszer és magára a növényre hat. Csak hát ugye bele kell gondolni, hogy mondjuk egy ilyen több tízezres keserűfű telepnél azért nem egy egyszerű feladat ennyi vegyszert bejutatni, meg hát nem beszélve arról, hogy ez természetvédelmi szempontokból az abszolút káros. Úgyhogy igyekszünk mi is a szakemberekkel, és hát nyilván az Európában hallott tapasztalatokból kiindulva új megoldásokat keresni, de most már az a helyzet, hogy nincs idő arra, hogy várjunk, és nincs idő arra, hogy ezt a növényt hagyjuk tovább terjedni. Sajnos nagyon komolyan fel kell lépni ellene. De sajnos egyre több jelentést is kaptunk, és egyre több lakos és
és állampolgár jelezte azt, hogy saját telkén megjelent ez a növény, rengeteg kárt okoz, rengeteg bosszúságot csinál, és hát nyilvánvalóan ugye ez ellen is fel kell lépni, és hát ott is komoly problémákat tud okozni egy adott ingatlannál, egy adott érték kapcsán is, hogy egy ingatlannak mekkora az értéke, azt is be tudja folyásolni ez a növény. Tehát én azt gondolom, hogy lakossági szempontból is egy nagyon komoly tájékoztatást kell adni róla az embereknek, mert tényleg itt van már ez a növény. Úgy néz ki, hogy nekem nagyjából sikerült visszaszorítanom intenzív vágással és permetezéssel. A kulcs szó itt a gyökerek kimerítése, a növény tömegének a kétharmada a föld felszíne alatt látható, a gyökérzetben van a növénynek az energiája, és folyamatosan vágni kell, permetezni kell, és 3-5 év alatt kimeríthető a növénynek a gyökere, amit ezután még tudni kell róla, hogy még 20 évig csíraképes marad a gyökérzete a földben. Külföldről ismerünk olyan példákat, hogy már azt hitték, hogy kiirtották a növényt, aztán kiástak egy házalapot, ráhúzták a következő házat. Ugye tudjuk, hogy manapság milyen hamar felépülnek az új házak, és a következő szezonban már a nappaliban jött ki. Számos ilyen példát ismerünk, ahol falakba belenő, vízaknába belenő, az internetre, hogyha felmegy az ember, akkor számos képet láthat, ahogyan feljön a spájzban, garázsokban, de akár vadonatúj épületekben is. Hogy tud átmenni a beton alapon? Minden, ami porózus, egyszerűen keresztül férkőznek az új hajtások, és mivel olyan rengeteg energiát kap alulról, ezért nem elég, amit egyébként ismerünk, hogy simán letakarjuk fekete fóliával, geotextile, bármi egyébben, mert csak nő és nő. Nekem is van egy garázsom, aminek mondjuk nem volt alapja, de teljesen sötét lemezgarázs volt, és ott is teljesen hosszú, 2-3 méteres szálakat hozott, teljesen sötétben, mert ugye kereste a levegőt. Ismerünk olyan példákat, ahol a ház falában nőve végül a tetőn jött ki, csatornákba belenő, egy hihetetlenül makacs és kitartó növény. Aszfaltot felnyomja, vasutakat veszélyezteti, autópályákat veszélyezteti. Székesfehérváron például a téglagyár területe azért különösen veszélyes, mert közvetlenül mellette van az elkerülő, és a külföldi példákból kiindulva én úgy gondolom, hogy az elkerülő az veszélyben van, hogy a japán keserű fű mikor nő bele, és mikor teszi tönkre az aszfaltot. Japánban úgy tudom, hogy ez a növény nem invazív, ott ugye más az éghajlat, illetve vannak természetes ellenségei is, és voltak már kísérletek arra, hogy ezeket a természetes ellenségeket behozzák Európába. Úgy tudom, hogy engedtek el már Hollandiában mindenféle levél, bolhákat, különböző károkozókat, azt nem tudjuk, hogy az Európát mikor fogja elérni, azt sem tudjuk, hogy lesz-e tényleg haszna, illetve hogy lesz-e kára, és csak remélni tudjuk, hogy ez a károkozó csak a japán keserű füvet fogja megtámadni, és más nem. De ez is mutatja, hogy ez a probléma már tényleg évtizedek óta benne van a kutatóknak, döntéshozóknak a látókörében, hiszen ilyen kísérletek folynak már. Két különleges bonszáj és különleges gazdájuk következik. Buzás Gábor kollégám Kecskeméti Zoltánnal beszélgetett. Bonszájokról fogunk beszélgetni Kecskeméti Zoltán nemzeti bonszájmesterrel, egészen konkrétan erről a két bonszájról, ami itt látható előttünk, közöttünk. Köszöntöm. Beszéljünk először erről a nagyobb fáról. Mit kell róla tudnia? Jól látom, ez egy fenyőfa, ugye? Ez egy fenyőfa, így igaz, mégpedig egy japán sejenfenyő, vagy üttis fenyő, vagy fehér fenyő, tehát mind a három nevet elfogadják egyébként. Azt látni, hogy öt csomóban van a tűje, tehát ha így megnézzük, akkor ötössével vannak a tűk. A fenyő azért szép a bonszájban, és maradandó és örök is, mert állandóan zöld, tehát egy állandó nyugodtságot kölcsönöz az embereknek, akik nézik, akik alkotják, azoknak is. Az, hogy örök, az mit jelent? Ezt hogy kell érteni? Hát mivel örök zöld, ugye, ezért úgy gondoljuk, hogy ezek a növények nagyon hosszú ideig bírják. Tehát 400 éves növény van Washingtonban, ami kibírta a Hiroshima-t is, de tudunk közel 1000 éves fenyőről is. Tehát nagyon sokat kibírnak, lassú növekedésűek egyébként, épp ezért a türelmetleneknek nem való, a türelmeseknek való, mert sokat kell vele foglalkozni olyan szempontból, hogy itt is látható, hogy drótozva van, ugye formára kell alakítani a növényt, és sokáig rajta lehet a drót, mert könnyen elindul másfele, hogyha úgy akarja. Ez a növény hány éves? Ez a növény közel 100 éves egyébként, úgyhogy én tisztelgek neki mindig, amikor találkozunk,
mert mikor megvásároltam, már akkor 70 éves körül volt, és ugye már 25 éve a tulajdonomban van, úgyhogy rengeteget alakítottam rajta. Volt úgy, hogy 5-6 órát úgy dolgozom rajta, hogy észre se veszem, hogy elmúlt az idő. Ez mit jelent mondjuk? Heti szinten mennyit kell vele foglalkozni? Heti szinten ezzel nem sokat kell foglalkozni, kivétel két időszakot. Egy az ősz, amikor bármilyen furcsa, a fenyőnek is hullanak a levelei. Akkor bizony eltávolítom a barna leveleket. Az annyit jelent, hogy a következő évben az elhult barna levelek helyett sok új levél nő, itt is látható, hogy tele van új hajtásokkal a növény egyébként. A másik a drótozás, amikor formára alakítjuk a növényt, szintén rengeteg időt vesz, hiszen vigyázni kell vele, nehogy a hajtásokat megsértsük, és akkor ugye a fenyő azért mérges olyanra, hogyha piszkálják, és nem hagy ki újra. Ugye mondta, hogy 70 éves volt a fa, amikor hozzájutott. Hogy történt ez? Ez úgy történt, hogy elindultam Németország fele, de közben mondták, hogy van egy kis település, Ausztriából, Zeeboldennek hívják. És ott van egy fiatalember, aki bonszájukkal foglalkozik, mint kiderült sajnos nem a fiatalember foglalkozott a bonszájukkal, hanem egy idősebb úr, ő már sajnos nincs közöttünk, de a fiatalember szintén ott dolgozott, és tőle kértem, hogy lehet-e fenyőt vásárolni, mert Heidelbergben sajnos nem találtam olyan megfelelőt, ami jó lett volna, és akkor viszonylag olcsont megúsztam, tehát sikerült megvásárolni ezt a növényt, ami jó befektetésnek tűnt, mert most már körülbelül a 30-szorosát éri. Ez nagyjából mit jelent forintban? Nagyjából annyit jelent forintban, hogy ez a növény ma jelenleg olyan 1.400.000 forint között van. És a határon áthozni, az mennyire volt bonyolult? Bonyolult olyan volt, édesanyámmal jöttünk a golffal, és ugye golfnak a hátsó csomagtere az olyan, hogy el kell húzni egy kis rámpát, hogy be tudjon pakolni az ember, illetve hogy ne lássák, hogy mi van bent. Na most ez a rámpa alacsonyabb volt, mint a növény, tehát nem tudtam mit csinálni. Elfektettem a növényt, a határon átjöttünk, újra visszaállítottam a növényt, és így hoztam haza, így sikerült a határon annak idején áthozni. Ez 95-ben volt. Tehát azóta ezt a növényt én nevelem. És hál' Istennek egészségben megvan. Nagyon csúnya kérdésem van, de szerintem erre azért a legtöbben kíváncsiak, hogyha most csúnyán fogalmazva nem nevelődne ez a fa, igen, nem foglalkozna vele senki mondjuk 5 évig, akkor mi történne? Hogy nézne ki? Hát akkor egyrészt elnyurgulna, a másik lehet, hogy el is pusztulna, mert azért a fenyők sokat kibírnak, ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok fenyő él olyan helyen, hogy sziklák között nagyon kevés földdel, nagyon kevés csapadékkal, de mégis kibírja. Na most azért ennek azért áldozni kell arra, hogy mivel kicsi edényben van, ezért ennek a növénynek ugye tápanyagot kell adni, hogy minél gyorsabban, minél többet hozzon újhajtást, ez az egyik. A másik, hát maga az alakítás, mert elnyurgulna, másfele mennének el az ágak, és nem lenne kívánatos olyan szép, ami esetleg most látható. Azon kívül még egy érdekességet el kell, hogy mondjak. Ez egy japán specialitás, hogy egy fekete fenyőre oltották be a fehér fenyőt. Tehát ez egy speciális dolog. Ez azért jó és szép, mert a kérgén látszik, hogy sokkal idősebbnek tűnik, mint maga a fehér fenyő kérge. Tehát ez egy specialitás egyébként. Nagyon sok ilyen növényt lehet vásárolni egyébként most már hazánkban is. Akkor áttérünk mindjárt a pici növényre, de előbb megmutatok valamit, amit ön hozott be, mert ez a gyerekje. Egy közeli képet szeretnék kérni. Ezt Kecskeméti Zoltán részére maga Jimmy Carter, az USA egykori elnöke adta ezt a papírt. Mi ennek a sztoria? Ennek a sztoria az, hogy a Hiltonban tartottunk kiállítást, ugye 19-én, általában augusztus 20-a tiszteletére szoktunk bonszáj kiállítást tartani, így indult a magyarországi bonszáj mozgalom, és egyszer a Hilton dominikánus udvarában rendeztük be a kiállítást, és látom, hogy az egyik ablakból valaki föntről elhúzzák az ablakot, illetve a függőt vissza, el-vissza. Nem tudtam mire vérni, mondom, valaki biztos kíváncsiskodik, látja, hogy mit csinálunk. És egyszer csak lejött a Hilton akkor igazgatója, és mondja, hogy van itt egy illusztris vendég, szeretné megnézni a kiállításunkat. Hát szabadkoztam, hogy még kiállítás nincs, mert most kezdjük, csak álligatjuk ki a növényeket, próbáljuk be, hogy ki, melyik hova kerüljön. És akkor egyszer csak megjelent egy testőr, akit nem tudtuk, hogy testőr, először csak egy idegen ember, akinek furcsa módon itt volt a keze. És mondta, hogy
mindjárt jön valaki, várjunk türelemmel, és még jött 7 ugyanilyen ember, nagyjából egyformák is voltak, és nagyon furcsa volt, hogy egy perc alatt a halászbástyát úgy letisztították az emberektől, hogy furcsálottunk, hogy se kép, se hang, mindenki eltűnt, hogy mi történik, ki jöhet ide, hogy ha valaki ilyen. És akkor megjelent Jimmy Carter a feleségével, és még egy emlékezetes dolog, nézte a növényeket, és odajött hozzám megkérdezni, hogy hát amivel ő foglalkozott valamikor, abból lehet-e? Hát ezek a mogyorófák voltak, illetve mogyoróbokrok, bocsánat, földi mogyoróbokor, és mondta, hogy ebből lehet-e, és akkor sajnos le kellett higgasztanom, mert mondtam, hogy nem. Hát egy kicsit csalódott lett, de azért körülment, megnézte, és tetszett neki, úgyhogy ezért kaptam ezt a... Nem volt más, mint egy névjegykártya hátulja, hogy egy aláírás kapjunk. Ő a Hominid Humidity szervezettől volt itt, akkor is, mint fizikai dolgozó is dolgozott, tehát ács volt valamikori szakmája, és Komárom megyébe dolgoztak egyébként a, nem tudom, nem hajléktalanoknak, hanem szegény családoknak segítettek házat építeni. Na, térjünk át akkor a kisebb fára, ez egy tiszafa? Ez egy tiszafa, igen, mégpedig ez azért emlékezetes nekem, mert ezt kb. 10 éve magról ültettem, egy kereskedésben láttam japán tiszafákat, gyönyörű nagy, ugye úgynevezett big bonsájukat, ami kerti bonsájuk magyarul, és pont ősz volt, mikor már érettek a bogyók, és hát egy-kettőt eszettem, hogy megpróbálom, és sikerült, 2 van belőle egyébként. Egy-kettő sajnos elpusztult, de hál' Istennek ez megmaradt, és most egy big bonsájt kicsinyítek, azt próbálom meg csinálni, hogy hogy viselkedik, de idáig még bírja. Hál' Istennek a tiszafák nagyon sok mindent kibírnak, úgyhogy lehet őket gyepálni, úgymond. Tehát akkor azt is lehet mondani, hogy aki mondjuk kezdő bonsájkodással szeretne nagyon foglalkozni. Nagyon ajánlom a tiszafát, egyébként a normál Taxus baccata is megfelel, kis csemetéket lehet vásárolni, könnyen lehet alakítani őket, lehet nyírni, újra kihajt bármikor, úgyhogy nem probléma a tartása. Rendben, köszönjük szépen, 2 nagyszerű örökzöldet láthattunk, és egy örökzöld sztorit Jimmy Carterről. Köszönjük szépen Kecskeméti Zoltánnak. Szigligeti Ede Lilionfi című darabját keltette életre a Fejér Holló diák színpad. A diákok egyik utolsó jelmezes próbáján jártunk. No fiam, édes fiaskám, mondj igazat! Mozgalmas, szövevényes, vicces darab utolsó próbáinak egyikére látogathatott el stábunk a Fejér Holló diák színpad tagjaihoz, a Ciszterci Szent István gimnáziumba. Ferenci Noémi rendező elmondta, igyekszik változatosan hol drámát, hol egy könnyedebb darabot színpadra állítani. A koronavírus járvány miatt választása most Szigligeti Ede bohózatára, a Lilionfira esett. Szigligetinek az egyik erőssége az a cselekménynek a bonyolítása. Egy klasszikus bohózatról van szó, van 2 szerelmes párunk, meg hát természetesen vannak nagyon szigorú apák, akik meg akarják akadályozni azt, hogy a szerelmesek egymáséi legyenek, de valójában ugye Lilionfi és Mariska egymásnak van számva, csak senki nem tudja, hogy ki kicsoda, és ebből adódnak a bonyodalmak. És akkor velük párhuzamosan ugye egy Erzsike meg egy Gyuri szintén szerelmes egymásba, Kányai uram fogadójában, aki viszont nem akarja egy ilyen Niemanthoz hozzáadni a lányát, de aztán természetesen Lilionfi közbeavatkozásával, aki nagyszerű színész, teátrista, csepűrágó, megoldódnak ezek a helyzetek, először tovább bonyolódnak, utána pedig megoldódnak. Ez egy 2 óra, egy bő 2 órában, 2 felvonásban. Ferenci Noémi hozzátette, a szövegkönyvhöz hozzányúltak, hiszen, mint mondja, Szigligeti eredeti szövegét nehéz lenne színpadra vinni. Így elég sok dramaturgiai munkát jelentett, sok próbát tartottak, hogy az élénk jelenetek összeálljanak egy egészé. Élőben kezdtük el, októberben, de tudtuk, hogy sejtettük, hogy valószínűleg ez lesz, hogy át kell menni az online térbe. Ott folytattuk, ehhez kellett a gyerekeknek az elszántsága is, mert mindig megjelentek próbán. Ez persze nem ugyanaz, tehát a szöveget lehetett gyakorolni, de semmilyen interakciót igazából nem, úgyhogy nagyon vártuk a lehetőséget, hogy ismét találkozzunk. Ez a lehetőség, ez adódott, csak hogy nekünk most érettségizőink vannak, és akkor egy ideig megint szüneteltettük a próbákat, és most, hogy túl vannak az érettségén, most újult erővel nekiestünk, és most helyszíni próbákkal próbáljuk
annyira kicsiszolgatni, hogy ez vállalható, és a közönségnek is szép és jó legyen. Lilionfi szerepét a végzős Gulyás Martin kapta. Egy nagyon-nagyon király szerep szerintem. Alapra nagyon-nagyon bohókás karakter. Nagyon-nagyon rámegy arra, hogy igazán az életet tudja élvezni, és ez aminek mindent megtesz. Ugye ő egy színész, és hát azt lehet tudni a családi részéről, hogy a nagybátyjától elszökött, és utána színésznek állt, és próbálja tényleg a legtöbbet kihozni ebből az élet stílusból. Ugye végzősként játszott most ezt a szerepet, akkor valószínűleg itt ebben a gimnáziumban ez az utolsó szerepet, hogyha jól gondolom. Milyen érzésekkel fogsz távozni ettől a színpadtól? Hú, hát igen, azért ezt nehéz megfogalmazni, még csak az utolsó szerep, az utolsó előadás, de ez egy remek búcsú igazából magától a diák színpadtól, a még meglévő tagoktól, akik majd jövő lesznek végzősök, illetve ugye a tiszteres közönségtől is mégiscsak. Hát én csak 4 évet jártam ebbe az iskolába, de ez a 4 év nagyon-nagyon kötődik hozzám, és biztos nagyon-nagyon meghatároz. Ez a diák színpad is azért nagyon a kellő magabiztosságot megadta a továbbiakhoz, és nagyon-nagyon-nagyon fog hiányozni, és pont ezért nagyon örülök neki, hogy ilyen szereppel tudok elbúcsúzni tőlük. A vígjátékban Kamilla egyéniségét a közönség elé varázsolni Lendvai Eszternek, szintén utolsó éves diáknak nagy feladatot jelentett. Mindenképpen egy kihívás számomra, tudnélek, én elég fiúsalkat vagyok, viszont Kamilla egy idősödő, kicsit kapuzárási pánikos hölgyemény, aki egy igen fiatalemberbe szeret bele, ráadásul a fiatalember éppen azt a lány szereti, akit Kamilla nevel. Így ez is egy nagy bonyodalom a részéről. Én érdekes karakternek tartom mindenképpen hozzád a darab komikumához. Tényleg egy kihívás. Igen, azt ugye mondtad, hogy nem az a karakter. Akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit nehezebb volt belebújni tényleg ebbe a szerepbe, kicsit többet kellett mondjuk gyakorolni, mint előtte más szerepekhez? Mindenképpen. Tehát hozzászokni egy kicsit a nőiességhez, kecsességhez, bókoláshoz, egyebekhez. A darab iskolai bemutatóján az elmúlt héten jókat nevethettek a ciszteres tanulók. Június 13-án vasárnap pedig a Csákvári Színházban láthatta az előadást a közönség. Ez volt már az Együtt magazin. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra!